Mondjuk ez már erős. Hát néha megállunk egy vízesés mellett és megcsináljuk a járkot. Elindítottam most a live-ot, hogy erről már nem maradjunk le. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen! Nagyon sokszor néztelek, és nagyon jókat mondtam. Hogyan csináljuk a kanyarokat? Azért tudtunk följönni. Egyébként nem. Csináltuk videót, vagy itt. Mondtam a páromnak, hogyha meglátok, megállok, de túlmentünk, hogy őt ott hagytam. Ott, hogy addig mindig nézelődik. Ő is külön motorral van? Nem. Ő csak ő leszállt? Én bénáztam itt az előbb, de majd megköszönöm. Hol lehet megtalálni egyébként a képeidet? kanyarfotó.com. És akkor el kell keresni a napra? .com. És akkor elkeresel a napra, adok, adhatok névjegykártyát is, lehet neked menni fog ez a kanyarfotót megbírod jegyezni. Az figyeltem. És akkor ott a napi képeket? A helyszín, és akkor az alatt dátumokat. Aha. Ez Stelvio Pass, ez a Prato oldal, de még itt van három fotós a Stelvio Passon. A Csúcs nevű kanyar, a Vízesés nevű kanyar. Aha. Meg az Umbrail passzon is van, az meg már Svájc. És akkor azok is rajta lesznek. Azok is rajta lesznek, persze. Még egy pár óra estefele, késő estefele már fölnek szám. Bye, guys! Bye! It was nice to meet you. It was nice to meet you. Take care. Have fun. Na, hát azért indítottam el újra a live-ot, mert ekkora anarhia ritkán alakul ki körülöttem, nézzétek csak meg, mert ketten már pont mennek el. Oda nézzetek, hogy mennyi motor áll, ez már egy komoly motorparkoló. Welcome back guys to the second part of the day. I promise that if it's going to be more hectic, then I will be back. Well, this is certainly something special what is happening. Itt megnyílt a kurva fotó bárpult. Vagy ez beleesett a szószba. Ez adja meg az ízét. De milyen jó ötlet egyébként. Elé! De a forgalom is erősebb lett egyébként kicsit így délutánra, de ez a ilyen sokan egyszerre ritkán állnak meg mellette, mindenki kapott matricát, annyi matricánk van, hogy sose fogy el, mi a menü, olyan töltött káposzta, vagy mi az, ami ott készül? Székely káposzta készül. És tényleg nem lesz olyan nagyon-nagyon hosszú bejelentkezés, de ezt nem meg akartam veletek osztani, ezt a kialakult helyzetet. Akkor is ragasztott? Nem. Lassan shopot is üzemeltethetnék. Akkor még jókor jöttünk, még jutott. Ugye ez a Stelvio Pass, még azért van. Meg mindig után töltöm. És te itt laksz valahol közel? Svájcban, aha. És akkor onnan jössz, aha. És akkor csinálom ezt a... Hát egy 35 perc. Aha. 35 perc ilyen motorozás. Aha. Állé! Ma nem sok tizit munkat. Na, jól van. Mehetünk. Jó étvágyat! Ciao! 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 Ciao!
And you do this in every curve? No. Every second. Every second. That's still good. That's still good. Ciao. Joci üdvözöl minden itt lévő barátját. A Joci kinek a barátja? Akivel az előbb beszéltél, ő? Na ezért is indítottam el a live-ot, hogy tényleg ez nekem is élmény, akkor nektek is legyen egy kis ilyen élményetek. Hogy most live-ba megyünk? Most ez live-ba, hát kőkeményen, igen. Akkor szerinted miért vettem le a pólómat? Ja, értem. Hát, ha jönnek a csajok. Vannak női nézői is, biztos. Mi a live mindig tele van jó csajokkal, csak ezt nem látjuk innen. Köszönjük szépen az élményt! Nagyon szívesen, jó utat, ügyesen valahogy meg kell fordulni. Milyen jó hangja van ennek a GS-nek, ahogy beindult. Hello! Sziasztok! Jó étvágyat! Az előbb egy osztrák társaság vezett ott a bárpulton, most magyar. Igazából nem rossz, mert ott biztonságban vannak a srácok, tökéletes a látvány, és úgy nagyjából jó magasságban is van az asztal. Motor. Aranyos volt. Ilyen jó idő. Nem tudom, ők azért nem fázósak, én pulcsiba vagyok. De én nem vagyok ennyire kidolgozott felsőtestű, lehet azért nem. Meg csak csajozni próbál, azt mondja. Nem, mert nagyon jól le lehet barnulni egyébként, egy pár perc alatt úgy le lehet barnulni. Le ne égjél! Szerintem azt beengedtem. Azon már túl vagyok, tehát nem akarod leégni, nem veszek észre, és úgy égni. Én azért vagyok egyébként ennyire beöltözve, én védem magam a naptól. Másfél órát álltunk meg tegnap, ugye négy kaját. Az alatt már simán leégsz, persze, bőven. Nappel legyen nálatok, mindig ilyen magas hegyen, ez jó tanács. Hát itt kis magyar kanyar lett, nem? Itt Olaszország csúcsán. Volt itt egy-két érdekes esemény, olyan sok dologról nem maradtatok le egyébként, amíg nem ment a live. Voltak erősebb percek, meg gyengébb percek. Állé, állé, állé! Volt egy kis elégedetlenkedés, itt egy Ducat is összeveszekedett valami Mercissel, dudált rá, aztán itt ment a
kipufogó hang szócsata, de ezt leszámítva gyakorlatilag semmi rendkívüli esemény nem történt, annyi, hogy itt nálam nagyon-nagyon sokan megálltak, most már négyen el is mentek belőle, gyakorlatilag rottyra lett itt a parkoló. Még szerencsé, hogy volt nálam elég matrica. Állé, állé, állé! Nem volt ma egy se. Nem, azért minden nap nincs, hál' Istennek. Nem. Én azt hittem sem, én úgy bevoltam szarva, mert... Nem, hát aki tud motorozni, annak azért ez megoldható probléma. Igen, csak ezzel szegem tudok motorozni. De hát jobb félni, mint megijedni, nem? Így van. Az sose baj, hogyha túlkészülsz rá, meg túlparázod, és utána rájössz, hogy jó, ez neked megy. Mint hogy fordítva legyen a dolog. Hát te cool vagy, Pezicka, baba környékén lesz-e most? Nem, nyaral ő is, aki Nyugat-Magyarországon lakik, aki Kártekulba szokott járni, de majd augusztusban lesz, az biztos. De most egy-két hétig nincsen, azért maradt ott ki minden. Pezinszka baba meg szerintem, az majd ősszel. Majd szerintem én kimegyek Pezinszka babára. Nekem az bejött ez a hely, vagy hát tetszik ez a hely. És össze szerintem ott is jobb lesz majd a forgalom, amikor mindenki visszajön a nyaralásból. Hát igen, miből csinálnék ma a Daily Crazy-t, ha nem abból, hogy székelykáposzta készül a kanyarfotó felirat fölött, nem? Úgy a Lodzsiról is látod? Nincs itt márka rasszizmus. Na, ez lesz a Daily Crazy, úgy látom. Ilyet se láttunk még. Aha. Ő sokban van ilyenkor, vedd el tőle szerintem, lehet, hogy remek teljesen. You good? You okay? He will push it for you. Döntsétek rám, döntsétek rám. Nem tudom. Kicsit még balra. Rám, még balra. Nem balra. Ez erős volt. Pontos mondat, hogy mióta nincsen ilyen. Igen, ha? Pont, hát tudod, mert kérdezgetted, kérdez, ez te volt. You didn't hurt yourself. Are you okay? I'm okay. That's the most important. Ez eléggé instabil, basszus.
tudom, milyen nehéz ez? Szerintem van 40 kilóc. Nem nyúlnak hozzá. Tuti ebből. Én már rugdostam volna a lepkrőt. Magyar mentalitás. Nem, itt igazából. It was a scary moment, but I'm glad that nothing more serious happened, guys. Do you have more picture? It was on TikTok live, so people are watching this all over the world. Ennyi baja lett. Hát most nem olvasok kommenteket, de majd megnézegettem utána. Kicserélik a névjegykártyát, meg ilyesmi. Ezt fel sem tapaszozzuk, nem? Hát a motoron szerintem nem, vagy azon nem látszik, hogy lett valami. De hallott, ott azt beszéltük, hogy milyen nyugodtak mi? Otthon már kiabálnál. Azért otthon azért így közé le kellett előjutni. Előkerülne a vipera. Ezt mondtam én is, már rugdos nem lettük. Ne, hát ez nem mennyivel faszább ez, hogy így, nem, hogy így intézik a, így intézik ezt a dolgot. Ez nem úgy van, mint ott, hogy felel vizének nincs ez biztosítása. Ezt ki kell előszakolni. The bike didn't damage. Maybe not. I don't know. Which side it was? I don't see it. It was that side, yes, yeah. Yes. Maybe the camera moved a little bit. Yeah, that's it's a tough motorcycle. I think this is it, yeah. Oh yeah. This is, yeah, it's broken. Ah, it's broken. Yes. Oh, I have band-aids for these kind of things. Oh. Wait a minute. Yeah. Ask him. Yeah, probably yeah. He likes it. But, yeah. It's, you know, it's changing the mood. So that's the most important part, because it's happening here and there that people are dropping their bikes in the front of me. Not like this, though. This was a bit more scary. The car, yeah. Yeah, it costs more, probably. Yeah, probably. This is not. It's already a pretty old. Well, it's seen things, right? It went through some adventures. This is just another one. But I think the whole stuff moved a little bit. It seems that it's twisted. Maybe so. Yeah, it's twisted. It's certainly twisted. We have to see if. It is this one also popped. Uh-huh. Oh yeah, you did. Something moved there, uh-huh. Here. Yeah. You see. Ja, hij klaste tegenaan bij hem, hè? Ja. Yeah. Ik het was impossible to keep. It was onder it was a really bad angle. That the most important part that you stopped before, so you didn't crash into the car. Yeah. That's, that would have been worse. Yeah. Ik stond stil, net. Yeah. Hij reed dus een linkerbaan. Ik stond stil. Yeah. You changed the cards and everything. Yes, we changed. Phone number. Can I have your name for witness? Yeah, I can give you my business card. Photo. Thank you. And my name is Daniel. And if you write on any of social media, I will answer to you. Daniel. Yes. Okay. Thank you. You moet een foto maken van voor. Ja, maar even Engels. Wat? Als het tenminste. Ja. You guys need a sticker for the damage? Look, it's for the damage. Now 12,000, I gotta go with the car. Okay. He's in a hurry. Akkor őt nem matricázzuk föl, ott közben megy a
vicceskedés, hát ez most tényleg teljes őrület lett azon a motoron, meg túl sok a sérülés ahhoz, hogy, hogy azt lematricázzuk. Oh, so shaky. Yeah, I know. You gotta calm down a little bit. It takes some time. Ki hívott taxi, gyerekek? I have some stickers for these kind of issues. Wait, let's stick it on to your damage in the front here. Oh yeah, this one. Discount en een digant, dat is een beetje. De black one. Ja. Is een beetje vlucht, hè? Ja, zoiets. Ah, zoiets. Je hebt toch maar stress. Dus je moet kijken dadelijk of het licht en al dat soort dingen. Of straks thuis. Nee. Straks. Nou, is het. Nee. There you go. You need a little bit more. You see, like, never happened. Yeah, never happened before. Oh, die doet het. One more. Ja, dat is belangrijk. Hij zit er wel heel wat tegenaan. Erre még egyet rakom, mert itt... Ik kan nog steeds staan, maar dan ben je al... Weet je, dan hoor je. Dat sérülés megkívánja. Úgy mi. Így mi. Maybe one more red, right? Red is also good for this bike. And then it pretty much. Okay. It pretty much. Yeah. It's now. Now it's a whole lot better, right? Oh, very nice. I'm sorry about it, though. Yeah, of course. But you have nice pictures. I think I even photographed it. Yeah, but only the moment when you stop. You see? Yeah. This one, yeah. Not the rest. No, not the rest, just this one. Boom. Yeah. But the rest I have it on video. You can rewatch it on our YouTube channel. Yeah. You have the card. Yeah. at least it helps a little bit. Yeah. I mean, if shit happens, at least you can rewatch it and later laugh about it. I'm not guilty. I can say. Yeah. Absolutely, it wasn't your fault. No. He was on your side, definitely. Yeah. But I'm sure that they will. It's be. Always well. But it's a not struggle. Nice. Yeah. It's yeah. No. Nice. It's yeah. It's. But. Moet jou aan achter. Nee, het is voor, het lesje voor tegen. Gazidánia. Boris Ustas. Gazidánia. Gazidánia. Sziasztok, Gazidánia. Csajok is vannak, minden matricát még nem választottatok. Nem kértek matricát? Sebb tapasztalat. Azt ezt ki kell érdemelni, az nem úgy van. Akkor ezt a hölgyekre bízzuk, nem? Hogy válasszanak. Mindenki tud egy matricát választani. Hölgyem. Egy motor, egy matrica. Tényleg itt jövök, elesek, föl tudnád azt venni? Elég borulás lesz fel, igaz? Nézzük egyébként, nagyon jó. Hát ez volt eddig az egyik legerősebb sztori, ami most itt. Mikor? Most itt. Hát ez, amiről előttetek pár perccel, ami történt. Egy BMW-vel gyakorlatilag összeütköztek, az ő oldalán kanyarodott a BMW, megállt, és a végén rádőlt a BMW motorház tetejére. Ha odállunk a fal mellé, tőszülünk egy csoportképet? Ide, akkor ehhez a falhoz. Aha. Mert ott egész, az a hegy, az jó az áll, azt átküldöm nektek. So, I'm going to try to make a new head for you. Mindegy, valami But it's working fine, right? You can keep riding. This thing was, it's twisted a little bit. Did you turn it off fully? Yeah. So your front thingy, it's twisted, you see? Yeah. Probably you need a little bit of a force in a garage or something. Yeah. But you all cool? You relax? I'm sure. Okay. Okay. I got it. A fekkes út a legjobb.
Azon annyit röhögök, mindig visszanézem. Most is megy a live, úgyhogy az egész csapat benne van a, live-ban. Everything is working. Vigyázzat! Dude, watch out, another BMW is coming. I give you a little push. Yep. Yes, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Nehéz, nehéz vasakkal vannak az urak. Busát kell venni, az könnyebb. Oda álljatok be szerintem akkor a sziklához. Itt szépen óvatosan kanyarodnak, csak ritkán van ilyen horror eset, mint az előbb. Egy csoportkép készül. Egy csoportkép készül. Csinálsz majd rólunk is egy? Persze. Mindenki nézzen ide, bele a kamerába. Úgy, szupi. Nagyon szívesen. Szép kis csapat vagytok. Hány motor ez? Négy? Öt. Öt. Csú. És a hajabusával hogy bírjátok itt a szűkeket? Nagyon. Jó utat nektek! Busa nagyon szereti. Igen? Könnyű, rövid. Simán elfordul. 3 méter hosszú, rövid. Sziasztok! Teljesen jó, hiszen nem olcsóbb, mint a BMW. 7,2. Fú! 6,9 valamennyire van a Facebook oldalon. De lehet, hogy ott drága. 70 comments, guys. I'm not sure that I can read this through, but I will try. 70 üzenet jött addig. Ú, mi volt ez a kattogás? Ez lánc volt? Vagy mi volt ez a kattogás? Lehet, hogy átugrott. De akkor sokáig nem fogja bírni nekik. Itt nagyon sok kattogós láncú megy. Egyébként itt egy autószerelőnek ez egy... Kánoán, mert itt lehet hibát... Ali. Itt lehet a hibát analizálni, tehát itt rögtön meghallod a gömbfejet, itt mindent meg lehet hallani. Meg ha valami elromlik, az itt elromlik. Hát a balosik nem vészet, a jobbos a szalmi. Yes, I'm from Hungary, I'm browsing back the comments, guys. Csokis tejek, tényleg valami baja van. Bejössz egy motoros oldalra, nem vagy túl okos csokis tej. A neved is már árulkodó, de a megnyilvánulásod párszor. Majdnem 1000 néző volt, most is 395. Hát volt itt kis hepaj. Épp kérdezték a srácok, hogy ma már volt esés? Elmondom, nem, azért nincsen minden nap. És akkor abban a pillanatban jön egy Cabrio BMW a másik oldalon, lefele meg, nem is tudom már. Ez mi volt ez a motor, ez ami ráborult? Már nem tudom, mi volt ez a motor. Épp hogy megállt, ő se jó helyre figyelt, későn fékezett, aztán ráborult a BMW-re. Mondjuk egyértelmű szerintem, hogy ki volt a hibás. Hát szerintem a BMW-vel állt rossz helyen. Szerintem eléggé középen menne.
motor szűkebb. Hát motoron nem szél, ő meg szélesebb. Hát majd vissza tudjuk, majd kielemezzük. Igen, levideóztunk? Ment a live. Hát esetleg írjátok meg ti, akik live-ba láttátok, mert az mindig egy teljesen másik dolog itt, de nekem nagyon sok mindenre kell egyszerre figyelni, hogy ez vajon kinek a hibája volt. De azért abból kiindulva a BMW-s elég gyorsan eliszkolt, szerintem. A holland volt az is amúgy? Azt nem tudom. NL volt rajta. Holland volt az is? Én mintha úgy láttam, hogy holland volt, és eljön Hollandiával, és összeütközik egy hollandba. Mondjuk itt viszonylag nagy a holland népsűrűség, itt szerintem holland turistából van a legtöbb. Hát ott nincs hegy, és akkor ide jönnek a... Hát azért ott a live-osz, azért a magyarok is erősödnek. A magyarokból is nagyon, sokkal több lett magyarból. Tavaly óta lett... Tudom, lefér ide! Velük jöttük, a kocsa jöttek, egy pár. Hát szép! Hello, sziasztok! 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 Mert a triumfost is csak a jó Isten tartott állva. És még így is befordul a busz, látod? Tehát Norvég, no, this is passo dello Stelvio, Stelvio passon vagyok, gyerekek, in Italy, Olaszország, és hát csak úgy elindult egy délutáni kis laza live, és aztán ez lett belőle, erre nem számítottam még én se. Pedig az én most már tapasztalt live-ozós vagyok, de ez azért nekem is sok volt, ami most az elmúlt fél órában történt. Ez szerintem eddig a legdurvább fél óra volt a live-ok történetében. That was the most crazy last half an hour, the most crazy live ever, I guess, since we are doing this live from Stelvio Pass. I never seen an accident like this before. I don't know whose fault was that, we will watch it back and then we will see it, I guess, or you can tell me if you watched it. Like-ot küldtél. And normally we have a lot calmer lives every day from 10 a.m. but this was so calm. Today there was not much traffic, so I decided to wait a little bit and restart it in the afternoon, and then this happened. Let me check. We are sending with the time. It's almost 2 o'clock. Szabi kérdezi, hogy előreállhatólag augusztus 6-10 között meg lehet ott találni. Igen, ez csak az időjárástól függ, de egész augusztusban itt vagyunk még kint. Sőt, szeptemberben még a kollégáim itt vannak, én már szeptemberben nem, de augusztus végéig, augusztus 31-ig itt vagyunk. Mi történt? Ugye egy BMW meg egy motoros találkozott, épp megállt a motoros gyakorlatilag, de aztán völgylába trépett, és ráborult a motor a motorház tetejére a BMW-nek, nem tudom,
így eldönteni, hogy kinek a hibája volt. Ezt majd gondolom eldöntik a megfelelő hatóságok, hogyha erre kerül a sor. Nem volt egyik se kamikáze, két... hát a motor az nagyon meg volt budjantva, tehát az iszonyú nehéz volt, hollandok voltak mindannyian. A BMW-se gyorsan, mondom, már mindkettő állt, tehát álló helyzetbe dőltek egymásra gyakorlatilag. Ez inkább ilyen kicsit ilyen rutintalan ütközés volt. Bringával érkezett, de majd Brümök szak el, majd bringával is állj meg nyugodtan, van állé-állé matricánk. Nálad, nálam, hogy adjunk neked. Én szerintem egyébként nagyjából ennyi is volt ez a délutáni bejelentkezés, ez most csak tényleg arra azt akartam, hogy megmutassam, hogy micsoda élet alakult ki itt a parkolóban, de most már egy ilyen gyönyörű szép Toyota is megállt. Hú, nagyon jól néz ki ez a gép. Nagyon vagány. Imádja is. El tudom képzelni, ezt én is imádnám. Hátsó kerekes. Aj. Boxer. És mind... Minden, minden csillivili rajta, gyerekek. Oda nézd, milyen jól néz ki előről is. Ti is kaptok matricát, tényleg. Innen ebből. Neked sebb tapaszt garantáltan nem kell. Másik valaki kérdemel. Azt most itt a motorra a hármat is ragasztottam. Gyere, itt válogass bátran. Nagyon jó. Mind saját tervezésű. De jó. Mindegyik nyilván az mondjuk a tiédhez passzol. És ez a, ezek a csíkok, ez az út felől nézett bele, ez a Prátói oldal. Ez meg a Bormion oldal. Nagyon zsír. Azt a tiédre találták. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Csak ott le kell majd kucolnom. Meg olyan helyre tett, hogy eladod a különbség. Hát lehet, hogy már az X-re kerül. Lehet, hogy bőgösre. Hát te nem azzal voltál. Az igaz. Az igaz. Úgyhogy ez... De... Hite, hogy lesz az itt. Jó, be fog érdemelni. Nagyon pacek az autó. Igen, 86 pontosan, legjobb élőadás volt. Az most biztos, hogy itt ez most egy erős, nem? Mennyi volt ez, fél óra? Ez az élőadás, amit délután volt. Hát ezt szívinfarktust kaptam közben kétszer. Hát igen, ahogy elindult, töltöttek az esetet. Igen. Nem szoktak itt, nem szoktak itt, nem volt még, már rég nem volt sem. Hát itt egyébként a domino egymásra dőlt, egy motoros ráesett egy autóra gyakorlatilag. Fordult a motoros le, a bömös egy E39, nem tudom, jön föl, vissza még nem lehet nézni. Még nincs, de majd este majd föl. Majd ebből csinálok egy déli krézit, ezt majd megnézi a világ. Úgyhogy elköszönök tőletek, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Thank you very much for the attention. I will make a daily crazy if you would have missed it. What happened here? You will have the chance to watch it again. Of course, this will go to YouTube as well, but I will make a separate video about this happening. That was absolutely crazy. That was the craziest daily things I've ever seen on Stelvio Pass. Ez volt tényleg eddig a legdurvább, gyerekek. Ezt most már nem is nagyon szeretném sose überelni, mert az már fájós lett. Tehát az a legjobb benne, hogy senki nem sérült meg. A balesetet szenvedők gyakorlatilag lepacsiztak egymással, tök nyugodt volt a hangulat, kaptak matricát, példaértékű volt az egész, ahogy ezt lereagálta mindenki, hogy a srácok azonnal ugrottak, letolták a gépet az útról. Szóval tényleg ilyen szempontból abszolút felüdülés volt nézni.
Úgyhogy találkozunk majd holnap, szívtom arra. Sziasztok!